kívánok minden kedves nézőnek és jelenlévőnek a mai esti Vigany Show-ban. A mai műsorunkban a két vetétás, Frey Nóra és Marsai Márton fognak egymással megküzdeni. Kezdjük Marsai Mártonnal a bemutatkozást. Tekintsük meg bemutatkozó videóját. Mutatom be második versenyzőnket is. Tekintsük meg Frey Nóra bemutatkozó videóját. If you be the cash, I be the rubber band. Okay. If you be the cash, I be the rubber band. You be the match, I will be a fuse. Boom. És akkor kezdjük a játékszabályokkal. A játékban a két pár bajfél egymás ellen fog válaszolni a kérdésekre. Minden kérdésre 4 opció közül választhatnak. A játék során használhatnak 3 darab segítséget, amely a telefonkérés, a kérdésfelezés, illetve a közönség megkérdezése. A kérdés így szól. Mi Zsófi néni kedvenc mondása? A. Nézd, mit borjú az Újkapura. B. Nézd, mit Rozi a moziban. C. Nézd, mit hal a szatyorban. D. Nézd, mit Luki nyúl. Igen. Na, akkor gyorsan nézd, mit munkafüzetet már is vissák ki. 93. oldal, 15-16-os feladat. A feladatok a nemzeti szocialista ideológiáról szólnak. Legyenek szívesek már is önálló munkát végezni. Már is mondom, ki az, aki jön felelni. Jó. Kis Temesi mondjon egy számot. 9-es. Imre Milán. Talán hogy elfelejtettem a részhez, de valóban. Hát világkám. Hát engem el lehet felejteni, ne viccelj, hát minden nap van velem órájuk. Hát jöjjön, ne nézzel rá most így, mint halasztatyorba, csak jöjjön, majd segítek. Nóri, mit gondolsz, mi a helyes válasz? Úgy emlékszem, hogy a C. Nézd, mint halasztatyorba. Biztos vagy benne? Igen. Gratulálok, Nóri, a válasz valóban a C volt. Folytassuk is a második kérdésünkkel. A kérdés így szól. Mi volt Lukácsi tanár úr válasza a késéseinkre? A. Egész órán futottunk. B. Egész órán erősítettünk. C. Padó sorverseny. D. Egy hegyi beszédet hallgattunk. Hát sajnálom, ez lassú volt. Nóri, megint tiéd a válasz. Mit gondolsz? Mi a helyes válasz? Ismét a C a helyes. Padó sorverseny volt. Biztos, hogy benne? Igen, jelöljük. Gratulálok, ismét jó választottál. Valóban a C volt a helyen. Minden második társaság bejön, leteszed jobb oldalra a padot. Vissza! Leteszed bal oldalra! Következő kérdésünk így szól. Milyen zene szól Siófokon a Bohém Bárban? A lehetőségek a következők. A. Valmar, Vissza vérem. B. Bruno és Speck, Aha, aha. C. Manuel Popstar. Vagy pedig D. Ismét a Bruno és Specktől. Budán vagy Pesten. Mit gondoltok, mi a helyes válasz? Márton, mit gondolsz? Hát vacilálok kettő között, az A és a C vacilálok, és szeretnék egy telefon segítséget használni. Rendben, egy perccel rendelkezésedre hívhatod. Rendben. Na, hello Marci, mi a helyzet? Na, hello Balázs, figyelj, itt vagyunk a Vigant Show-ban, és megakadtam egy kérdésnél, és szeretném segítségedet kérni. Az a kérdés, hogy... Melyik zene szólt a Bohémban, Siófokon? És kettő között vaciálok, a Visszavéremen és a Popstaron. És úgy tudom, te ott voltál, nem tudsz segíteni? Ott, fú. 30 másodperc. Szerintem a Visszavérem az lesz az. Visszavérem? Biztos? Hát nem vagyok benne biztos, de az úgy, talán úgy emlékszem, igen. Rendben, rendben, akkor azt megjelenem. Köszönöm. Csak most kezdem, nézd meg,
vászló akarsz venni, megleszek lopva. Álljatok sorba, belevítsek a lopva. Aha, ez a jég nem a kocka. Szemem lesz kurva, majd minden a szót. Na, mi lesz akkor a végső válasz? Akkor megjelöm az A. Lehet, hogy itt a vissza B-re. Biztos, hogy benne? Biztos, hogy benne. Jó. Megjelöljük. Gratulálok, jó a válasz. A kérdés így szól. Ki késik a legtöbbet? A. Milán, B. Oliver, C. Ákos és D. az Enikő. Mit gondoltok? Hát ez nagyon gyors volt. Na, Marci, mit gondolsz? Én szerintem az Ákos késik a legtöbbet, én megjelenném azt a funkciót. Biztos, hogy benne? Biztos, hogy az Ákos? Igen. Jó, megjelöljük. Hát ez nem sikerült. Nem az Ákos írja. Nóri, te is megnyomtad a gombot, te mit gondolsz? Én úgy tudom, hogy az Oliver késik a legtöbbet. Hát sajnos nem tudjuk elfogadni, mert nem te voltál a gyorsabb, de valóban az Oliver késik a legtöbbet. Gratulálok. Na kérem szépen, akkor már is megnyitjuk a prezentációt. Jó reggelt, kívánok! Nagyszerű, nagyon örülünk nekem. Már a harmadik felelő megy éppen. Születésnapja mikor van? Csörgő órát fog kapni ajándékba. Üljön le! Na, akkor a mai órán a csoportnyelvekkel fogunk foglalkozni. Azt szeretném kérdezni, hogy mire emlékeztek ebből. Oliver, már megint? Amit történt? Nem mondod. Miért nem vagyok meglepve? Az ötödik kérdéshez érkeztünk. A kérdés így szól. Mi nevetett Tunya az animében? A válasz, te melepihent a WC-ben, B. Tunya egy vicces videót látott, C. Balázs letörte a csaptelepet, vagy D. Tunya igazából nem nevetett az alibiben, mert rosszul érezte magát. Márton, mit mondasz, mi a helyes válasz? Tudom megfejtést, hiszen ott voltam. Szerintem az A a helyes megfejtés. Biztos, hogy benne? Igen. Te melepihent a WC-ben? Jó, megjelenik. Válasz helyes, úgy tűnik, úgyhogy... Talán egy könnyebb kérdéssel tértünk vissza, a kérdés így szól. Mi a lányok kedvenc talajgyakorlata? Még nem is mondtam a lehetőségeket. Talán azért ennyire nem volt könnyű. Lehetőségek nélkül is tudom a választ. Na, akkor hatáljuk, mi a megoldás? Páros bukpensz lesz a helyes megoldás. Valóban van ilyen opció. Megjelni? Igen. Jó. Azt a válasz helyes. Gratulálok. Úgysem mentek el addig, de mindegy. A hetedik kérdéshez érkeztünk. A kérdés így szól. Ki a legnagyobb parti arc? A. Lándi, B. Oliver, C. Eszti, vagy D. Barnabás. Hát, ez nagyon közel volt. Márton, szerinted mi a helyes válasz? Ki a legnagyobb parti arc? Szerintem a Nádi az, az alt jelenti meg. Biztos, hogy ebben? Biztos, hogy ebben. Azért Oliver is jó, jól táncol. Az igaz, igaz, de a Nádi. Jó. Megjelenik a Nádit. Gratulálok, valóban a Nádit írja, szóval helyes a válasz. Következik. Miért nem szaltózott Tunya a táncban? A válasz lehetőségek a következők. A. Gerincsérülése volt. B. Egyszer eltört a lába, amikor szaltózott. C. Az osztályfőnek nem engedte, neki pedig nagyon szeretett volna. D. Nem tudott. Egyértelmű a válasz, nem tud szaltózni. D. Gratulálok. H. válasz. Szerintem is helyes, de mindjárt ellenőrizzük. Valóban helyes a válasz. Ha ha ha!
Az utolsó előtti kérdés így szól. Miért nem aludtak a fiúk? A válasz, még tanultak. B. Nem tudtak aludni. C. Túl sok energiát eltittak. Vagy D. A fiúk valójában aludtak. Vártam, mi gondolsz? Szerintem a D, hogy valójában aludtak. Biztos vagy ebben? Biztos vagy benne, jelöljük meg. Jó, megjelöljük a D-t. Hát sajnálom, a helyes válasznak azt írja, hogy a fiúk még tanultak. Szerintem azért nem tudtak aludni. Ez hibás, ugyanis itt tudok bizonyítani, hogy aludtak. Nem utassam? Melyik osztály fogja nyerni a választásokat a Garay János gimnáziumban? A válasz, az A osztály. Itt valami hiba történt, mert nem látok több lehetőséget, de szerintem az azt jelenti, hogy az A osztály fog győzni. Kire szavazol? 11 gyára. Kire szavazol? 15 gyára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Arra jobban táncolok! És mit üzen annak, aki nem az 11 gyára szavaz? Jaj, hát nem először szeretném látni a táncokat, ja, hát. Majd utána is. Jó napot kívánok, tanárnő! Kire tetszik szavazni? Természetesen a 11 gyára. Szia, te kire fogsz szavazni? Látok, egyértelmű. 11 gyára. Kérte, kire szavazol? 11 arra. 11 arra. Jó napot kívánok! Kire fognak szavazni? 11 arra! Jó napot kívánok, tanárnőm! Kire fog szavazni? 11 arra. Kire fog szavazni? A 11 arra. Ti kire fogtok szavazni? A 11 arra. 11 arra. A tunyára. Húha? Az arra. Köszi! Mi történik alatt, mi? Köszönöm, mire szavaz? Mire kell szavazni, ott kezdődik. Milyen apropóban? A csőcemiként, kire szavazol? Első volt, tényleg arra. Na, sziasztok srácok, kire szavaztok? 11 a. 11 a, ez a beszéd. 11 a. 11 a természetesen. Te kire szavazol? 11 arra, nyilván. Én az arra. A személy. Szia Lili, kire szavazol? Egyértelműen rátok. 11 a. 11 arra! Sziasztok, én a 11 arra szavazok. 11 arra. Csácsá, kire szavazol? 11 arra. Sziasztok, Ercsi vagyok, szavazok a 11 arra, Nóri-ra és Tunyára. Sziasztok, szavazatok a Garay János 11 arra, Marcira és Nóri-ra. Szevasztok, Szexárd, szavazzatok a Garay János 11 A. Marci és Nórira. Majd a Marcsit mondtam. Úgyhogy szavazzatok, mert ad nektek a fiam. Sziasztok, szavazzatok Szexárd, Garay János 11 A. Sziasztok, Csonka András vagyok, és óriási szeretettel köszöntöm a Szexárdi Garay János gimnázium minden egyes tanulóját, tanárát, a szülőket, aki csak él és mozog a környéken, ott mindenkit ölelek. Na, ha gyerekek, az a helyzet, hogy már megint nagyon izgatott vagyok. Mondhatom ideges, hogy nálatok megint óriási dolgok történnek, időről a kampány, és hát akkor természetesen már megint arra gondolok, hogy belekopálok ebbe az egész történetbe, és megosztom veletek azért szokásos tuti és nyerő tippeimet. Tehát, most akkor mindenkit arra kérek, figyeljetek jól, hogy szavazzatok a 11 arra. Hát A, mint András, mi más lehetne? 11 gyaj is a jelöltjeikre, Tunyára és Nórira. Oké? Még egyszer ismétlem, hajrá 11 A, hajrá Tunya, hajrá Nóri. Szevasztok! Sziasztok, Szűsvalda vagyok, magyar olimpik atléta, és hallottam, hogy a Szexárdi Garay János gimnáziumban diák igazgató választás lesz. Hát én arra szeretnélek ideget megkérni, kedves diákok, hogy a 11. ára szavazzatok. 11. árdiákok, nektek pedig hajrá! Köszönöm!